Berbál üvegház Nagy Stefánia munkája. Nagy Stefánia frissen végzett BMS építész. A perbáli fogyatékkal élők lakóotthonának bővítésével foglalkozó diplomamunkája, melyet Fejérdi Péter diállás segített konzulensként, intenzív, személyes élményből inspirálódott. Hallgassuk meg! Régebben féltem találkozni sérültekkel. Sajnáltam őket, féltem, hogy olyan helyzetbe kerülök, ahol nem tudom, hogyan kell viselkedjek. Azonban az első igazi találkozás teljesen más élmény. Ők olyanok, mint egy óvodás csoport, egyszerűen játszani szeretnének veled. Minden rezdülésedre figyelnek, figyelmük csak rád fókuszál, mindent tudni akarnak, honnan jöttél, hogy hívnak, van-e testvéred, mikor jössz legközelebb, mikor lesz újra közös játék. Örülnek neked annyira, hogy olyan szorosan megölelnek, hogy alig tudsz belőle szabadulni. Egyetlen kifejlett képességük csak a boldogság. Hallgató társaimmal 2013-ban beköltöztünk a perbáli lakóotthonba, amikor betonból kukoricagúrét építettünk nekik. Azóta minden évben visszajárok hozzájuk egy-egy építőtábor alkalmával, de még mindig feszengve érzem magam, amikor találkozok velük, és elgondolkoztam, hogy ez vajon mitől lehet. Hát most már biztosan nem a lakók miatt, hanem talán inkább attól, hogy én vendégként belelátok az ő személyes terükbe. Ez hozta az ötletet, hogy egy olyan házat kellene tervezni nekik, amely egyfajta átmenet a lakó és a középület között, de egy védett tér. Az otthon rengeteg önkéntes munkával jött létre. Eljátszottam a gondolattal, hogy ez a folyamat folytatódik, a tervemben éppen 2025-ig. Olyan építőanyaggyártók termékeiből terveztem az új épületet, akik már évek óta segítik szponzorációval az otthont. Funkciója vegyes, a kertészeti program bázisa és egy új terápiás tér. Ez a hajlított tér, egy védett tér, ahol feszélyezettség nélkül találkozhatunk sérültekkel. Egy nagy közös nappali, amely az Üvegház Fantázia nevet kapta. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. Lehet kérdezni, hozzászólni a zsűri részéről? Én kérdeznék először a funkciókról, hogy pontosan mi történik a házban a különböző részeiben, és hogyan viszonyul ez a meglévő épület együtteshez. Hát ugye a meglévő épület együttes az egy kerítéssel körbe határolt intézmény, amiben ahol ott laknak a lakók, van gondnoki ház és az állattartás épületei a bejárattól a másik útra találhatóak, és ez az én általam tervezett épület, ez az otthonhoz tartozó szántóföldön helyezkedik el, tehát a kerítésfalon kívül. És nem tudom, mi volt még a kérdés. Funkciók, hogy mi történik az épületben pontosan? Hát, ugye az otthonban van egy kertészeti program, ahol a sérültek segítenek a kertészetben. Itt ugye így átmozgatja őket a kertészetben való lét. A mentálisan is fejleszti őket, ugye, hogy meg kell különböztetni a bizonyos dolgokat, és ahhoz, hogy ez most is működik a kerítésfalon belül, de ahhoz, hogy ezt ki tudják terjeszteni, hogy az egész éves ciklust is kitöltse ez a tevékenység, tehát mondjuk, hogy el tudjanak tenni lekvárokat, vagy tartósítani dolgokat, ahhoz még szükséges egy ilyen bázis ennek a háttérországa. Hát emellett pedig akkora lett, hogy
az otthonban külön-külön, mindegyik házban az egy-egy kisebb közösségnek van egy nappali tere, de az évek alatt annyira megnőtt a létszám, ugye, hogy már most egy helyen nem férnek el, hogy a két ház lakói együtt, a szülők, a dolgozók, például egy karácsonyt már nem tudnak megünnepelni, és akkor ez a tér, ez alkalmas lehet erre is. És ez nem probléma egy ilyen helyzetben, hogy ez távol van az épület együttes többi részétől. Tehát egy nagy közös tér, ahol ugye mindenki találkozna, egy nagy közös nappali, ahogy lefested, az ki van rakva a szántóföldre. Ez nem ismerem a helyzetet, csak az merült föl bennem, hogy ez használati szempontból nem biztos, hogy hát nagyon szerencsés. Igen, ez vizsgáltam azt is, hogy belül milyen lehetne, de szerintem a tervezők már annyira komplexen kigondolták belül, hogy ott már nem bírna el még egy épületet. Illetve szándékos is volt, hogy kicsit arrébb kerüljön, hogy ugye vannak súlyosan sérültek és enyhén sérültek. A kevésbé sérültek, ők ki tudnak menni szabadon, tehát ők van, aki munkába is jár, viszont akik nagyon sérültek, ők nekik tényleg leszűkül az életterük, csak a hálószobájuk és a nappali terük között, de ha például őket kitolnák egy ilyen új térbe, akkor új ingerek érik őket is. Tehát ez szándék volt, hogy ne legyen közel, de mégse annyira közel. Csak egy észrevétel, illetve egy ilyen visszajelzés, hogy tegnapi napon a Dekód zsűrizésen Anthony Golla, Golda Jánossal és Szapó Leventével rengeteget beszéltünk a munkádról. Itt megvalósul szerintem mindaz, amit az előző terveknél egy picit én hiányoltam. Tehát itt egy átgondolt helyzetet látunk, amit rengeteg önkéntes munkaóra előzött meg, és így azt gondolom, hogy nem csak az, hogy ott voltál, és láttad azt, hogy hogyan használják a tereket, és kell egyfajta mondjuk utazás ezen a picike farmon belül is, hogy kilépjenek a saját terükből, de bocsánat, egy kicsit így el is érzékenyültem. Szóval gratulálok, és nagyon-nagyon tetszett. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én abszolút praktikus kérdést tennék föl, hogy miért jó, hogy ilyen üveg teteje van az épületnek. Ezt ahogy szerintem félreértetted, mert az fa. Az nem üveg a teteje? Nem, az egy fa deszkázat. Ó, akkor meg is kaptam. Gerendázat van, és fa. Igen, valamiért azt gondoltam, az üvegház az csak egy ilyen fantázia név, mert az otthonban minden egyes háznak van egy neve. Laboratórium, kisház, nagyház, és ez mivel a kertészet, az evidens volt, hogy a kertészetben üvegháznak szokás hívni egy ház. Tök jó. Így tudják a lakók megkülönböztetni, hogy hova kell menni. Szerintem nagyon szép ez a terv, és nagyon szépek a rajzaid. Ez egyébként a többi tervre is igaz, de itt kellett jeleznem. És látszik, hogy ennek az egésznek lelke van. Még akkor is mondom ezt, hogyha tudom, hogy az építészek fele lehet, hogy most kimenekül a teremből. Amit szeretnék kérdezni tőled, hogy azt vizsgáltad-e, hogy környezetpszichológiai szempontból, tehát hogy alakítottad ki a tereket speciális igényekre, tehát hogy a speciális emberek speciális igényeire vizsgáltad-e a színeket, a falak megnyitottságát, vagy éppen zártságát, ezt a sorolást, hogy ez milyen hatással van rájuk. Zárt terekbe szeretnek lenni, az biztosít számukra nyugalmat, vagy éppen ezt, hogy ezt mennyire vizsgáltad végig? Hát én ugye abból indultam ki, hogy a mostani meglévő épületek alatt a tervezők mit vettek figyelembe, és szerintem azok a szempontok, azok nagyon jó hatással vannak az ott lakókra, hogy hatalmas üvegfelületek vannak, nagy teraszok, ahova akár csak így kocsiban, vagy egy ilyen székre ki tudják őket ültetni, és látják a természetet, látják az ilyen zizegő mozgásokat, és akkor arra reagálnak. A terekben ilyen, ott is próbáltam a meglévőeknek ezt a harántfalas rendszerét továbbvinni, csak kicsit továbbfejlesztve.
illetve én úgy gondoltam, hogy itt akár szárítatnak virágokat, és akkor egy ilyen illatos felülről egy ilyen kedves, színes atmoszférában lévő helyben másfajta ingerek érik őket, mint a mostani épületekben, ahol csak ez a előrenézés van. Tehát, hogy a terápia szempontjából egy kicsit pluszt kapjanak. Köszönjük. André? Nagyon röviden, én is szeretnék elirányítani mindenkit a Építész Fórum cikkhez, mert szerintem figyelemre méltó az a gondossága, hogy ezt megtervezted a különböző építőanyagok méretrendszerébe, tervezett szerkezetekkel, meg a közösségi építésre ütemezhető alaprajzal, stb. Szerintem ez nagyon izgalmas, és bár nem értek egyet minden tervezői döntéseddel, mondjuk ilyen az emeletesség egy kicsit, és ezek a téglaboltívek, de azt gondolom, hogy van egyfajta meggyőző ereje a szintén interneten felelhető sketchbookodnak, amiben ezt végig lehet követni ennek a tervezési folyamatát, és akkor ide is szeretnék mindenkit elirányítani. Bevallom, ez picit nekem nem áll össze ez a dolog, és ezt a nem összeállást az a tisztán a tervből leszűrtekkel tudom illusztrálni. Tehát van valami, amit üvegháznak nevezünk, de téglából van főfalazva, kívülről fával van leburkolva, belülről nagyon komplex műépítészeti eszközökkel operál, és kívülről pedig úgy néz ki, mint egy pajta a tömegét. Szóval bevallom, ez nekem túl sok. Tehát ez sehogy nem stimmol, sehogy sem klappol. Hát kívülről gazdasági épület, belülről pedig egy nappali. Akkor viszont szerintem távol van. Tehát, hogy igen, hogy lehetne, vagy kicsit én is nehezen képzelem el, hogy ez ilyen mindennapos használat, és hogy ekkora légteret így kifűteni, meg ilyenek úgy ilyen egész éves. Nekem ez kicsit gyanús. De a gondosságot én is látom és értékelem. Azt nem igazán értettük, hogy a kisméretű téglák ki vannak szerkesztve, egy mindegy, aztán le van vakolva, de a rajzok is egyébként így eltart egy ideig, még ezt így összerakja az ember. Nagyon szép ez a grafika, de talán kicsit ilyen távolságot is tart, hogy így nehéz kódolni az anyagokat, talán pont miatt is volt több félreértés. Erre esetleg még reakciók érkeznek? Akár a részedről? Nem, köszönöm. Kerek a történet, akkor lehet szavazni. Kilenc, nyolc, kilenc, hét, tíz, kilenc, hat, tíz. András, megindoklod a 7 pontot? Akkor egy 6-os indoklást szeretnék. Nekem nagyon tetszett a terv, de ugyanezek a kérdések merültek föl, amik tulajdonképpen, tehát hogy maga az ötlet, maga a megközelítés, maga a humánus gondolat, illetve hogy ilyennel foglalkozunk, ez abszolút 10-es, és itt jöttek le olyan dolgok, amik például az Andortól is elhangoztak, nekem is egy kicsit zavaros volt a történet, ugyanez eszembe jutott, hogy egy kicsit nincsen távol adott esetben, ugye eshet eső, fújhat szél, lehet nagyon rossz idő, amikor nem akarják beöltöztetni a lakókat úgy, hogy azért akár ilyen rövid távra is kitolják őket, vagy kikísérjék őket. Esztétikailag is nekem zavaros volt egy pár dolog, amellett, hogy az egész összességében jó, tehát nagyjából így szerkesztődött ki nálam. Köszönöm. Nagyon gondos munkával a hét. Köszönöm. Ezek a szempontok nem játszottak szerepet? De, csak én azt érzem, hogy valahogy most ezeket a rajzokat kicsit jobban tudtam olvasni, mert mint értés szempontjából azt érzem, hogy jobban átjött az, hogy itt mi történik. Másrészt meg itt volt ez az üvegházas párbeszéd, hogy igen, azt a részét én sem értem, hogy miért üvegház, de hogy itt a nyelvet én le tudnám választani erről az épületről. Másrészt pedig
bennem most van egy bizalom felét, hogy te jobban látod, hogy ott mire van szükség, és hogy elmondtad, hogy a kisebb közösségeknek megvan a nappalia, szóval azt feltételeztem, hogy ha ömlik az eső, akkor senki nem kényszerított senkit arra, hogy átmenjenek az üvegházba. De hogy maga a belső tér, ami látszódott a rajzokon, az bennem egy ilyen nagy bizalmat gerjesztett, és azt éreztem, hogy ha én elmehetnék oda találkozni velük, akkor az talán bennem sem okozna akkora frusztrációt, mint hogyha belépnék az ő saját terükbe. Szóval igazából komoly építészeti magyarázatot nem tudok adni, hanem így ilyen szubjektív szempontok mentén kialakult egy bizalom, és ez a 10-es azt illusztrálja. Köszönjük szépen, és köszönjük a prezentációt is.